fenébe, meg kell támadnod Ellent, ugye? És ezt azért csináljuk, hogy segítsünk Roninak. Mi van? Á, igen. Emlékszik az összes hülyeségre, amit az előbb mondtál. Nos, rendben van? Ezt figyel. Mindenki idegesít. Bárkit meglátok, kitakarítja az összes vécét ebben a házban. Mit csináltál? Az nem Ellen, az egy tanár. Ebben a jelmezben nem látszik semmi, és különben is éhes vagyok. Milyen ebéd? Előbb munka, aztán az ebéd. Csak egy egyszerű ebéd. Nem, nincs ebéd. Hadd vegyek. Egyáltalán nem érdemelted meg. Dehogy is nem. Majd mindjárt megijesztem Ellen, ne félj. Adjál már enni! Mit csináltok ott? Oké, ti ketten. Az egyik kitakarítja a felső szintet, a másik az alsót. Miért csak mi? Ő is velünk volt. Pontosan. Etesd meg a majmot, és gondoskodj róla, hogy ne lássam itt többet. Nos, ahogy mondtam, evédelek. Tanár úr, szükségünk van a segítségére! Sürgős! Tűz? Nem. Árvíz? Nem. Földrengés? Nem. Akkor nem sürgős. Össze kell hoznunk Ronit és Ellent. Vagyis pontosabban időpontot kell szervezni nekik, hogy ott találkozzanak egyedül. Igen. Ha segítek, békén hagytok? Igen, persze. Egy fiszkó szárnyakkal és szerelmes nyilakkal. Repülj és jelöld meg azokat, akiknek szerelembe kell esniük, vagy bármit is csinál az az őrült fiszkó. Hoppá, ez baleset volt. Most mi lesz? Nem mondhatom meg. Meglepetés? Nem, meg fog szökni. Mi van? Elmondanátok, hogy hova megyünk. Utálom a meglepetést. Meg akartok ölni? Nem. Te? Miért nem? Miért igen? De akkor miért küldtük oda? Hogy bajba kerüljön, és Roni eljön, hogy megmentse. Érted? Tudja egyáltalán, hogy meg kell menteni engem?
Azt elfelejtettük. Nos, ez még jobb. Engedjetek ki! Engedjetek ki! Na, Roni, emlékezz erre! A lányok szeretik a kockázatvállalókat. Csinálj valami merészet, és a tiéd lesz. Mit kellene tennem? Oké, mit tetsz itt? Megvan! Figyeljetek! Ugorj le a tetőről, csinálj egy szaltót a levegőben, és landoljot a trambulinon! Nem vagyok benne biztos. Mi más tudnál csinálni? Hát, talán bedughatnád a fejed egy oroszlán szájába, miközben csacsát táncolsz, így. De én nem tudom, hogy kell csacsát táncolni. A fenébe. Nem jut eszembe semmi. Oké. Meggyőztél. Talán majd felkészítelek minden veszélyhelyzetre. Vagy talán én magam is tudok valamit csinálni. A saját diétádat kockáztatod. Még mi itt a szerelmet kockáztatjuk. Jó van. Csináljunk valami könnyebbet. Tessék. Gyerünk, gyerünk. Felfelé. Csak szaladgáljunk. Gyerünk, gyerünk. Fel kell némi, gyere megcsináljuk. Jó van, király, gyorsítsunk egy kicsit. Csapkát tessék, vedd le. Ez jó lesz. Csak így. Ez jó lesz, gyerünk, gyerünk. Mi lenne, ha ezt csinálnád? Ez a szellem, ez az, repülj. Te jóképű fiú vagy, de megy. Gyerünk. Most nincs idő lassítani. Gyerünk, haladj. Gyerünk gyorsabban. Gyerünk, fuss, pirult tovább, így tovább. Ez az. Mindjárt vége van, mindjárt. Mindjárt befejezheted. Ez az. Szedd a lábad, szedd. Gyerünk, haladj. Így tovább. Hű, ez nem semmi. Felállni, gyerünk. Őted is fel kell emelnünk. Gyerünk. Elnézést kérünk. Nem akartuk. Igen, ez jónak tűnik. Ez az. A következő munkaórán egy ketrecet fogunk építeni. Kinek? Nektek. Tehát gyorsabban. Menj. Na, van valakinek valami ötlete? Valami romantikus randit kellene kitalálnunk. Vagy felhőkarcoló tetején, hogy lovagoljonak. Istenem, ez egyszerűen nevetséges. Jobb, ha hagyja, hogy megvédje a mutáns galamboktól. Ez nem semmi, ez a tiszta akció. El kéne rabolja egy mániákus, és Roni majd legyőzi őt, és megmenti Ellent. Hát, jobb, ha nem menti meg. Meg kell őtet lepnie. Talán nyeljen le egy kardot. Nem, verseket kell szavalnia neki. Ez az! Egyébként hol van Roni? Ugyanaz a kérdésünk. Hol van Ellen?
Miért tolongtok itt mindnyájan? Adjon neki egy szokatlan ajándékot. Egy szobrot magáról. Ó, és egy svarma az ő nevével. Ez egy jó ötlet. Most már enni akarok. Én is. Ne gondolj a kajára, azért vagyunk itt, hogy összehozzuk a barátainkat. Érted? Úgy tűnik nélkülünk is boldogulnak. Ki van oda? Mi történik ott? Mi az? Nem néznek ki jól együtt. Hagyd abba! Jól van, egy kicsit sem néznek ki jól együtt. Talán el kéne kezdenünk randizni? Olyan romantikus vagy. Igen, az vagyok. És hallottalak. Szia! Ez egy rémálom. Totális rémálom. Azt hittem, legalább egy pillanatra megállunk és egymásra nézünk. Aztán szia-szia, mehetünk tovább. És én nem. Az utolsó pillanatban adtad fel. Annyira dagadt vagy. Én csak próbálom tartani a cipőt az ujjammal. Tudom, hogy mindjárt leesik.